Kerpel Frónius Gáborral, Budapest főpolgármester helyettesével folytatjuk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát nem volt unalmas napjuk tegnap, ennek következtében nekünk sem, híradósoknak sem, vagy televízióknak sem. Van miről beszélgetni a fővárosi közgyűlés döntésével, döntéseivel kapcsolatban. Most mit gondoljunk végül is erről? Támogatják-e, vétózzák-e a VB-t vagy sem? Ez egy végleges döntés, vagy csak egy meglebegtetett lehetősége a vétónak, amennyiben a Fudán mégis létrejön? Ön hogy értékeli ezt? Van nyilván egy momentumos sapkám, illetve van egy fővárosi sapkám. Azt tudom mondani, hogy a momentum igazából ebben a gazdasági helyzetben nem az atlétikai VB meg szervezését tartja a legfontosabb dolognak. Ugyanakkor azonban tartjuk magunkat ahhoz a megállapodáshoz, ami 2019-ben köttetett ezzel kapcsolatban, hogy atlétikai VB lesz, de ennek keretében megépül a diákváros, illetve ennek keretében az egészséges budapesti program keretében 5 év alatt 50 milliárd forintot kap a főváros a kerületek egészségügyi fejlesztésekre. És most azt látjuk, hogy a Fudán Egyetem terjeszkedésével a diákváros veszélybe került, ezt jelezte Karácsony Gergelynek az előterjesztése, és mi úgy látjuk, hogy a roppantul késlekedik az egészséges budapestér program idei 10 milliárdnak a kiutalása, és ezért egy olyan módosítót terjesztettünk a közgyűlés elé, ami arról szól, hogy az egészséges budapestér program teljesülését is feltételül szabjuk. Én ezt úgy értékelem, hogy ez egy erős figyelmeztetés a kormány részére, hogy tartsa be az eredeti megállapodásokat, mert hogyha nem, akkor veszélybe kerülhet az atlétikai VB megrendezése. Ez áll összhangban a 2019-es megállapodással, és ez áll összhangban azzal, hogy segítsük a budapesti lakhatási válság megoldását, segítsük a Budapesten tanulni vágyó vidéki egyetemistákat, illetve segítsük azt, hogy a budapestiek egészségápolásának jobb körülményei legyenek. Maradom még a VB ügynél. Mit gondol arról, hogy egyes szakértők, így a Magyar Atlétikai Szövetség szerint is, igazándiból nincs lehetősége a fővárosnak vétózni, illetve ennek nem lehet sorsdöntő szerepe a VB megrendezése. Ugye látjuk a képeknek közben, hogy már alakul a stadionnak a körvonal, tehát a stadion biztos, hogy meg lesz, kérdés, hogy lesz-e ott VB, megtorpedózhatja ezt a főváros, vagy valóban csak az állam, a nemzetközi és az atlétikai szövetség aláírásával létrejött szerződés szerint mennek tovább a dolgok. Van ennek egy jogi aspektusa, ennyiben Budapestnek valószínűleg nincs tényleges vétójoga. Ugyanakkor azonban az IAAF, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség vezetője többször kifejezésre juttatta, hogy nem kívánnak olyan városban versenyt rendezni, különösen ilyen nagy profilú versenyt, amelynek a legitimen megválasztott vezetése ezt nem támogatja teljes melszélességgel. Tehát politikai mozgástér ebben igenis van. Hát közvetett módon mégiscsak létezett. Valóban, mert azt tudom, hogy magához a pályázathoz kötelező az adott város, fővárosnak a hozzájárulása. Egy korábbi világverseny kapcsán, ezzel kapcsolatban nekem is ott személyes tapasztalatom. Na, nézzük akkor tovább. A közlekedéssel kapcsolatban mi a helyzet? Hogy ítéli meg a tegnapi nap alapján elindult az oktatás? Az iskolákban hát tömegével viszik az emberek a gyerekeket autóval. Egyrészt mit gondol erről, akár momentumos politikusként is, de főpolgármester helyettesként is mennyire látja megoldottnak a főváros közlekedését? Most nyilván van egy nagyon nehéz helyzet, mert hogy különböző okok miatt, és ebben jelentősen közrejátszott a kormánynak is a késlekedése, több nagy horderejű szükséges felújítás zajlik egy időben. Erre találtunk ideiglenes megoldásokat, hogy pont szeptember 1-ével, amikor az iskolakezdés elindul, akkor hogyan lehet ezen enyhíteni. Én nekem az volt a tapasztalatom, én például tegnap a Bajcsi-Zsilinszky úton jöttem be, ami másnapokon tud egészen kriminális lenni, tegnap viszonylag gyorsan érkeztem be, tehát van ennek egy hektikussága. Ugyanakkor azonban nekünk mind pénzügyi, mind pedig a fenntartható közlekedés szempontjából nagyon nagy problémát okoz az, hogy a Covid jelentősen csökkentette a közösségi közlekedést igénybevevők számát. Ezzel jelentősen csökkent a egybevétel, ami rossz hatással van a költségvetésünkre. És többen ültek autóba. Úgyhogy ezt célozzuk azzal, hogy a főpolgármesteri programnak megfelelően ingyenesítettük a 14 éven aluliaknak az utazását a BKM-n, a BKK járművein. Ez nagyon fontos, ettől azt reméljük, hogy a több kisgyermekes szülők
akik ingyen utaztathatják a gyerekeiket, akiket iskolába visznek, azok maguk is elkezdenek visszatérni a tömegközlekedésre, amiből az lesz, hogy ők legalább vesznek bérletet, tehát nőnek a jegybevételeink, és ugyanakkor kevesebb autó lesz. Ez egy előremutató kezdeményezés, nekünk nagyon-nagyon fontos, mind fenntarthatósági, mind pénzügyi szempontból, hogy a közösségi közlekedésre az embereket visszacsábítsuk. Számomra egyébként a tegnapi napnak nagyon-nagyon fontos eseménye az, hogy állást foglalt a fővárosi közgyűlés a Budapesti Kábítószer Egyeztető Fórumnak az újraszervezése érdekében. Itt most az a helyzet, hogy egy nagyon nagy népegészségügyi tragédiával nézünk szemben, amivel se a kormány, se senki más nem foglalkozik, ezeknek a herbál, designer drog típusú dolgoknak a terjedésével, egy kialakuló szegénységi drogfogyasztással, ami iszonyú gyors leépülést eredményez, és itt a fővárosnak dolga van abban, hogy a különböző kerületeknek a tevékenységét összehangolja, mert azzal nem fogunk előrébb jutni, hogyha egyik kerület a másikra tolja ezeket a problémákat. Nem fővárosi ügy ugyan, de önt, mint momentumos politikust érinti a Szentendrén a közelmúltban történt atrocitása, amely a Momentum aktivistáit élte. Erről mit gondol? Hát én azt gondolom erről, hogy őrültek mindenhol vannak. Azt is gondolom, hogy a kormány jelentős felelősséget visel azért, hogy a politikát egy olyan dimenzióba terelte, ahol az ellenzéket hazaárulóknak, nemzetelleneseknek, stb. Nevezi. Ennek olyan következményei vannak, hogy akiket nemzetellenesnek, meg hazaárulónak nevezünk, azokra nem vonatkoztatjuk azokat a szabályokat, amelyeket magunkkal szemben, más embertársainkkal szemben fontosnak tartunk, tehát velük szemben mindent szabad, és ez vezethet ehhez. Én azért azt látom, sok helyen járok az országban, sok jelöltet támogatok, sok aktivistával találkozom, hogy ez szerencsére nem jellemző, de mélységesen el kell ítélni ezeket a dolgokat, és természetesen ott vagyunk a megtámadott aktivistáink. Bízom benne, hogy az egyéni akciója volt egy állítólag alkoholos állapotban ott randalírozó Fidesz hívőnek. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezt. Köszönöm szépen.